Ma György urat citeren, Tápió Szöllősről, autentikus népzenét játszik, és utána Dósa Jenő szájharmonikán. Na
Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntölek benneteket és mindenkit. Én remélem, hogy fogtok hallgatni rám, és meghallgassátok a régi időt, a hagyományőrzést, az előttem levő citerazenekar, majd utána a szájharmonika, hogy mik voltak és milyen zenék voltak régebben a mi időnkben. Nem volt citera, illetve nem volt gitár, nem volt harmónia, hanem ezek a hangszerek domináltak. Nem volt a dolodásoknak műsor, csak a 18 éves lányoknak, fióknak volt a szülőknél megengedett szórakozás lehetősége. És akkor volt ez a fajta zene kialakulóba, igaz, hogy már nem volt, úgyhogy ebből próbálok fölidézni egy párat, és előzőleg a barátom is ezt tette. Úgyhogy a kicsitől a nagyig mindenféle szájharmonikát bemutatok, úgyhogy elsőként ezen a nagy fajta muzikán fogok játszani, úgyhogy hallgassátok tisztelettel és szeretettel. Oh.
Köszönöm, köszönöm! Most mit csinálnak tápjó szecsőn? Bádogodnak a szecsői templomon!
Yeah.